Kedden derült ki, hogy 63 magyar versenyző indul a budapesti atlétikai világbajnokságon. 32-en szereztek indulási jogot a kvalifikációs lista alapján, a rendező ország jogán pedig 31 megfelelő tudásszinten rendelkező atlétát nevezhetett a hazai szövetség. A budapesti honvédot 8, az MTK-t 6 sportoló képviseli, a harmadik a Nyíregyházi Sportcentrum 5 versenyzővel. A szakágvezető szerint már a részvétel kivívása is hatalmas teljesítménynek számít. Ismerve azért a világ élvonalát, meg a világbajnokságon résztvevő több mint 2000 atlétát, nagyon nehéz lesz oda kerülni a legjobbak közé, de ha már itt vagyunk, akkor szerintem a versenyzőink mindent megtesznek azért, hogy a legjobb eredményeiket érjék el. És ha már egyéni csúcs, vagy egyéni csúcson túli eredményeket érnek el, akkor azt mondom, hogy elégedettek lehetünk ezzel. Mint Nyíregyháza polgármestere elmondta, az infrastruktúrának és a szakmai háttérnek is köszönhető a rekordlétszámú világbajnoki induló. Ez egy nyíregyházi rekord is, ennyi soha nem volt, és egy visszaigazolása is annak, hogy érdemes volt nagyon sok nyuggelját, az atlétikai centrumot megépíteni, és érdemes volt ezen a legmagasabb szinten, mert ugye ők ott edzenek, de nem csak ők, hanem külföldi versenyzők vannak most is, akik a VB-re készülnek itt nálunk. Tehát itt azért persze a legfontosabb a szakember, hiszen az edzők, a szakemberek állnak a versenyzők mögött, meg nyilván a családjuk, meg a baráti körük, de az infrastruktúra is számít. Poros Bence a 4x100-as váltó mellett a világbajnokság talán leginkább várt számában a 100 méteres síkfutásban is rajthoz áll Budapesten. Egyénül szeretnék magamhoz közeli formát, vagy az egyéni, vagy a szezonbeli legjobbhoz. Én azzal már elégedett lennék, a váltóval pedig szeretnénk egy ilyen 39 elejé időt. Úgy gondolom, hogy az benne is van, hogy az egyéni formák is úgy jöttek most a versenyeredményeket, meg a váltó. Volt egy 10 napos edzőtáborunk, és ott is olyan eredmények születtek esetleg váltóval, vagy egyénileg is, amik ezt indokolják. Tóth Balázs nemrég tért haza a kínai egyetemi világjátékokról, ahol a 8. helyen végzett. Nagyszerű tapasztalatszerzési lehetőség számára, hogy a világ legjobbjai ellen versenyezhet a VB-n. Nyilvánvalóan nem hozzájuk képest mérten fogok versenyezni. Azt tűztem ki magamnak, hogy saját eredményeimhez képest próbáljak minél jobban teljesíteni, az idei eredményemen próbáljak javítani, illetve az egyéni csúcsom közelébe kerüljek, vagy megjavítsam azt. Kerekes Dóra többek között Dél-Afrikában és Cipruson is igyekezett felkészülni a VB-re. Mind a 3 edzőtábor jól sikerült, az egyikben igaz megsérültem, de szerencsére hamar regenerálódtam. Remélem, hogy jól fog sikerülni a VB, úgy érzem, hogy még nem jött ki ez a sok munka, úgyhogy remélem, hogy majd ott ki fog jönni. A világbajnokság augusztus 19-én szombat reggel a férfi 20 kilométeres gyaloglás döntőjével kezdődik, a mezőnyben a nyíregyházi Helebrant Mátéval.